Kamizók, én Kiki vagyok, és már egy rózsaszín dobozzal érkeztem. Már nagyon izgatott vagyok, hogy mi lehet benne. Nézzük is meg! Azta! Ezeket imádom! Oké, nézzük is meg, mit rejt a bűvös sárga boríték. Két papírt rejt. Van egy sima, amire majd mi írunk kérdést, ez pedig az én kérdésem. Miki jöhet velünk húsvétozni? Hú, persze, nagyon imádom Mikit. Persze, hogy jöhet, de akkor idén nem lébecolhat. Mondd meg neki, Csocsó, hogy kénytelen lesz tojás festeni, sütítsüdni és minden mást is. Jó, jó, megmondom. Mimi is örült neki, hogy jön. Elhiszem. Ezt miért mondod? Hát, ez most maradjon köztünk, de szerintem Miminek bejön a tesód. Mit gondolsz? Fú, mit összetudtok kombinálni? Ezt hogy érted? Mimi mondott rólam valamit? Mi? Nem tudom, miről beszélsz. Aha, jól van. Viszont, támadt egy szuper ötletem. Játszunk felelsz vagy merszet? Fú, de aljas vagy. Még jó! Szóval, Mimi, felelsz vagy mersz? Kíváncsi leszek, hogy belemegy-e. A következő részben meglátjuk, ki csomizó. Ha van ötletetek, hogy mit csináljon Mimi, ha mer, akkor írjátok meg kommentben. Most beteszem a borítékba. Ínni. És postázva. És most nézzük, mi lapul a konfettik alatt. Hol lehet? Oh, valami legót látok. Imádom a legókat. Oh, azta! Ez egy legódoc banános toltartó. Ó, először is imádom a legódocot. Annyira imádok kreatívkodni, és amikor ezt legóval tehetem, az meg egyszerűen kicsomisztikus. Nagyon jó, és mennyire cuki. A saját fantáziátokra formázhatjátok, és 6 éves kortól ajánlott. Na, de nézzük is a hátulját. Itt vannak, hogy mik vannak benne. Először meg kell építeni. Aztán ki kell dekorálni, majd pedig a saját fantáziádra formálni, majd pedig újra dizájnolni, na meg persze használni. Annyira jó lesz, amikor majd hazajövök, és ebből fogom kivenni a leckéhez a tollat. Már is jobb lesz leckét írni. Ó, annyira menő. Látjátok, ő se úgy rakja, ahogy a képen van, hanem ahogy neki tetszik. Ez benne a legjobb. Jó, a képeken nagyon jó ötletek vannak, de csempészünk bele valami kikiset. Már itt van benne. Annyira jók ezek a dobozok. Én mondjuk nem csak legót szoktam bennük tárolni, hanem mindenféle mást, mert tök jó műanyag, és elég kis helyen is elfér. Na, és a dizájnja, az pedig egyszerűen varázslatos. Itt van ebbe a csomagba, a banánnak a részei, ez pedig a használati útmutató, illetve ötleteket ad, hogy hogyan lehet kombinálni más szettekkel. De jó! Ők is itt mindenféle képen rakják. Azt a milyen jók születtek, bajuszos banán! Kicsit úgy néz ki, mint egy taco emoji. Látjátok, mennyiféle dot szett van? Itt pedig az építési útmutató, most ezt fogjuk követni. Gyorsan kell építeni egy vázat, és utána jöhet a díszítés. Áha, itt vannak hozzá ötletek is. De jó a banánszára, tiszta élethű. Hú, de jó minták vannak itt. Nem is tudom, melyiket választam.
Na mindegy, majd útközben kitalálom. Oké, így ki is nyitom. Ó, de jó! Ezek ide az elválasztott részbe jönnek, és akkor nem keverednek össze a kicsik a nagyokkal. Oké, akkor most kezdjük el rakni. Így, kezdjük ezzel a nagy alappal. Erre jön a két fehér, így. Erre pedig ez a zászlószerű. Majd mindegyik oldalra, így. Erre jön ez a gyönyörű pasztelsárga. Annyira imádom ezt a színt. A másik oldalra is. Ígyni. Most pedig a barna szín. Mert ez sem maradhat ki a banánból. Oké. Most még jön egy kis fehér. Ilyen oszlopszerűk. Ezzel kezdjük el magasítani a tolltartó falát. Na! Ide még hiányzik egy szürke. Haló, hol vagy? Így, meg is találtam. Oké. Jöhet egy ilyen bézs-barnás sor. Ez fogja tartani majd a burkoló elemeket. Megint jön a pasztelsárga. Ez az én színem. Bár a rózsaszint semmi nem überli. Most pedig újabb sárgák jönnek, csak nem találom. Na, meg is van. Akármennyire is próbálnak előlem elbújni, mindig megtalálom őket. Így. Oké. Meg is fordítom. Na, most jön a legizgalmasabb rész. Ezt vártam a legjobban. Ugyanis... ki fogjuk dekorálni azokkal az elemekkel, amik ott a szélén vannak. Na de, vessünk egy pillantást erre is. Hát milyen remek mű lett ez. Ugye, gicsomizók? Szóval, az arcával fogom kezdeni. Nem is tudom, hogy milyen legyen. Majd közbe kiderül. Így. Először a száját csinálom meg. Oké, a következő lépés a szeme lesz, az is legyen fekete, és legyen benne egy fehér pötty is. Így csillog majd. Oké, most jön a szemöldöke. Arra gondoltam, hogy legyen egy kicsit ilyen morcosabb. Lehet, hogy mondjuk nem tetszik neki, ahogy kiraktam. De ha majd meglátja az összképet, akkor már biztos mosolyogni fog. Oké, akkor most jöjjön a haja. Arra gondoltam, hogy szivárványos legyen, mint egy banán unikornis, vagy banánkornis. Vagy mondjuk, mint a kicsomilagó. Oké, rakjuk tovább. Most a kékeket rakom. Így, most jöjjön a sárga sor. Így. Oké. A következő a rózsaszín legyen. Na, ez az én színem. Így. Most pedig jöjjön a zöld. Oké. Meg is vagyunk. Nagyon jó lett. Én szerintem elég jól illik egymáshoz. Oké. Már meg is vagyunk. Most már csak rá kell rakni. Ó, én már látom magam előtt, hogy mennyire jól fog kinézni. És a szobámban is már tudom a helyét. Nagyon jól fog odailleni. Oké. És egész könnyen bepattintható. Szóval akár tudom cserélgetni is. Mondjuk jövő héten lehet. Barna a haja, vagy szőke, vagy akár rózsaszín is. Oké, most ez a fele jön. Így. Ez a fele kicsit hasonlít spongyabobra.
Most jöhetnek a talpak. És ide is. Nagyon jó. Most jöhet a csücske. Először a sárga része, majd pedig a fekete. Oké. Meg is van. Mennyire jól néz ki. Hát, nem látok az arcán változást, de lehet, hogy nem is tudja pontosan, hogy milyen ez. Mindegy, nem foglalkozunk vele. Nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Annyira jó, hogy mindegyik oldala különböző. Ez mondjuk a spongyabobos oldal, ez az unikornisos, de az egész olyan kicsomis és olyan kikis. Ez volt a célom. És vannak Lego tollaim. Ezek nem maradhatnak el a tolltartóból. Egy fekete, egy kék és egy piros. Nagyon jó. A kékkel fogom írni a házi feladataimat. Annyira jó, és még csomó hely van benne. És a jövő héten szerintem áttervezem. Írjátok meg kommentben, hogy milyen legyen. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. És írjátok meg a közösségi fülön, hogy nektek vannak-e saját készítésű dekorációitok a szobátokban. Sziasztok! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!